A szélsőséges időjárás alaposan megnehezíti idén is a gazdák dolgát, nincs ez másként a gyümölcs termesztőknél sem. A bodakajtori ültetvényeket sem kímérte a fagy, így várhatóan sokkal kevesebb áru kerülhet a piacra. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy nagyon sok hektárunk metszetlen, még pont azért az időjárás miatt, ugye ez már a negyedik évünk lenne, hogyha az időjárás nem kegyes hozzánk, akkor nem marad semmi a kajszi barackfákon, sőt, tavaly az őszi barackfákon is nagyon kevés volt. Most jelen pillanatban azt látni, hogy a metszetlen fákon azért itt-ott találni jó virágot. A brutális terméskiesés miatt ráadásul biztos, hogy az elmúlt 5-10 évben megszokott árintervallum felső harmadában fognak majd mozogni az árak 2022-ben, amiben az időjárás mellett kiemelt szerepet játszanak a növényvédőszerek, a műtrágya jelentős drágulása, illetve a munkaerőpiac változásai is. Ha valami marad, amiben azért mi is nagyon bízunk, hogy valami marad, de azért mindenki tudja, hogy jelen pillanatban milyen helyzetek uralkodnak a környező országokban, így nálunk is. Minden drágul, a növényvédőszertől elkezdve a munkaerőig minden. Valószínű, hogy magas árak lesznek a piacon, ami egyrészt jó, másrészt viszont mi egy kicsit félünk tőle, mert lassan ott tartunk, hogy lehet luxusciknek fog számítani a gyümölcs. A gazdáknak el kell gondolkodniuk a folytatáson, hiszen a jelen helyzetben szinte minden évben különböző betegségek és egyéb krízishelyzetek akadályozzák meg, hogy a gyümölcsösök profitot termeljenek.